Ebben az évben az egyik legfontosabb különbség a korábbi egészségnevelési hetek programjaival szemben, hogy most korcsoportonként szervezték meg a hét eseményeit. Tavaly az óvodások nem voltak bevonva a hét programjaiba, 2014-ben pedig már rájuk és az idősekre is gondoltak. Törekedtek arra is a szervezők, hogy a holisztikus szemléletet helyezzék előtérbe, tehát a testet, a lelket és a szellemet egy egységként kezelve alakítsák ki a programokat. Egészen gyermekkortól, tehát időskorig mutatjuk be azt, tehát a programokkal, rendezvényekkel, hogy hogyan lehet tehát egészségesen élni. Azt gondolom, hogy az egészségtudatosságot, tehát Magyarországon, tehát muszáj úgymond egy kicsit propagálni, mert hogy többet költünk tehát a betegség gyógyítására, mint az egészség megőrzésére, holott sokkal olcsóbb, tehát az egészségügy tekintetében. Az egyhetes programsorozatban szó lesz a fogápolásról, az időskori egészségmegőrzésről, az ételérzékenységről, a testmozgás fontosságáról, a függőségekről és a párkapcsolatról is. Megpróbáltuk ezt nagyon jól elcsípni, ugyanis nem csak előadásokkal, hanem egyéni személyre szabott tanácsadásokkal is fogunk folyamatosan szolgálni az érdeklődőknek, és így én azt gondolom, hogy így tudja leginkább mindenki saját magának érezni, hogyha az ő a saját életkörülményére, élethelyzetére fókuszálva adnak tanácsot a szakemberek számukra. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is több helyszínen várják az érdeklődőket különböző egészségügyi vizsgálatokkal. Minden egyes kitelepült rendezvényünkön, amellett, hogy mindegyiknek ugye van egy bizonyos célcsoportja, vagy van egy témája, amellett folyamatosan a kollégák minden egyes külső helyszínen szűrnek, rizikófaktorokat néznek, és hogyha bármilyen kiugró érték, vagy bármiféle probléma, vagy figyelemfelhívó adat találkoznak, akkor továbbítják őket a szakemberekhez vagy szakrendelésre. Az egészséghét programjait zöldség és gyümölcskóstolók, masszázsok és egészségügyel kapcsolatos vetélkedők is kiegészítik.